Az oktatási hivatal legfrissebb adatai szerint 26 ezerre csökkent a nyelvvizsgázók száma egy év alatt. Így 2017-ben mindössze 108 ezeren nyelvvizsgáztak hazánkban. Tavaly 88 ezeren próbálkoztak középfokkal, 14 ezeren felsőfokkal. Közülük 70.500 tanulónak sikerült megszereznie bizonyítványt, főleg angolból és németből. A nyelvvizsgák hiánya eddig csak a végzős egyetemistáknak és főiskolásoknak jelentett problémát. A nyelvvizsga nehézsége nem lehet ok a nyelvvizsgázók számának csökkenésére, Béli az egyik nyíregyházi nyelvvizsgola ügyvezetője. A legtöbb nyelvvizsga ma már nagyon modern szemlélettel a kommunikációt méri, azaz nem egyre kevésbé fontos a nyelvtani tesztnek a jelenléte, sőt már igazából nem is tudok nyelvvizsgát, ahol az a hagyományos régi nyelvtani mérés jelen van. Tehát ilyen szempontból könnyebbek a nyelvvizsgák, és az is megfigyelhető, hogy vannak népszerűbbek és kevésbé népszerűbb nyelvvizsgák. Ezen belül a választása a diákoknak afelé billen, amely a saját személyiségének a legjobban illeszkedő nyelvvizsga. Egy-két példát mondok, ha valaki jobban szeret beszélni, úgy érzi, hogy abban erősebb, akkor egy olyan típusú vizsgát választ, ahol a beszédnek a súlya talán nagyobb mértékű. Aki pedig jobban szeret írásban kommunikálni, szívesebben olvas, vagy az olvasás értése a jobb, az pedig megkeresi magának azt a nyelvvizsgát, ahol ez domborodik ki, mint erősség. Január 1-től támogatást is igénybe vehetnek a nyelvvizsgázók. Azok a 35 év alattiak, akik Magyarországon akkreditált közép- vagy felsőfokú, általános vagy szakmai nyelvvizsgát sikeresen teljesítenek. Visszaigényelhetik a vizsgadíjat, maximum 34.500 forintot. Ezt azok is megtehetik, akik már rendelkeznek más nyelvből vagy más szintű bizonyítvánnyal. De a külföldön szerzett nyelvvizsga honosításának díja is visszaigényelhető. Az ingyenes nyelvvizsga megítélése a nyelvvizsgolák által is pozitív, de Császár Zoltán szerint nem biztos, hogy ettől növekedni fog a vizsgázók száma. Nehéz, mert van tapasztalatunk már hasonló projektekkel kapcsolatban. A diplomamentő projekt vagy program, talán hallottak róla a nézők is, megfigyelhető volt, hogy jelentősen nem növelte a vizsgák számát. Sokat tanultak, sokat küszködtek ebben a projektben lévő diákok, tanulók, azonban a végeredmény statisztikailag nem igazán mutatott növekedést. Ezért nem merek semmi konkrétra kijelenteni a mostani akcióval kapcsolatban. Mindenképpen pozitív, és én ezt üdvözlöm, hogy ingyenessé teszik az első nyelvvizsgát, de hangsúlyozni kell, hogy csak akkor, ha sikeres. 2020-tól már a végzős középiskolásoknak is problémát jelenthet, ha nincs nyelvvizsgájuk. Attól az évtől ugyanis bemeneti követelmény a felsőoktatásba egy legalább B2-es, vagyis középfokú nyelvvizsga bizonyítvány.